Sziasztok! Itt vagyunk az ötös fogat második részében, amiben egy Jordan érabeli Chicago Bulls Vintage NBA mezgyűjteményt fogok bemutatni nektek. Ahogy az előző részben már elmondtam, a gyűjtés mindenképpen arról is szól, hogy célokat tűzöl ki magad elé, és amikor elérsz ezeket a célokat, akkor rájössz, hogy elérhetetlen cél nem létezik, tényleg kis szerencsével és kitartással akár komplett csapatok mezeit és mezgarnitúráit össze lehet gyűjtögetni. Nekem például ezeket sikerült. Őszintén, hogyha Chicago Bulls mezre gondolsz, akkor mi ugrik be először? Természetesen Michael Jordan, a liga valaha volt legjobb játékosának a meze. Ez az abszolút klasszik, fekete alapon 23-as mez. Ez szerintem minden valamire való kosárlabda rajongó szeretné megkaparintani magának, úgyhogy ezzel indulunk. A második nem is lehetne más, mint Scottie Pippen, ugye Jordan hűséges fegyverhordozója, akivel karöltve 6 bajnoki címet nyertek, az örök második, a tökéletes kiegészítő ember és társ. Ez a mez is iszonyatosan klasszikus, úgyhogy nem is mondanék róla több mindent. Menjetek és szerezzétek be! A legendás triónak a harmadik tagja, Dennis Rodman, a féreg, aki 3 bajnoki címre volt jó, egészen 96-tól 98-ig kapdosta össze a lepattanókat és csinálta a botrányokat. Ez szerintem nagyon sokan imádjátok és nagyon sokan vágytok egy ilyen mezre, és az a jó hírem, hogy hála Istennek ez nem lehetetlen, ez beszerezhető, úgyhogy előre. Toni Kukoc neve remélem nem cseng senkinek ismeretlenül, egy olyan horvát játékos volt, aki az aktív rotációba tudta verekedni magát a kitűnő játékának köszönhetően a Jordan által vezette 90-es évek Chicago Bulls-ában. Ez a mez sajnos eléggé ritka, főleg ebben a fekete színben, talán fehérben, pirosban egy fokkal könnyebben be lehet szerezni. Én is nagyon sokáig vártam rá, de itt van, megérkezett, és ő is szolgálja az ötös fogat összeállását ebben a videóban. És a végére maradt Steve Kerr meze, ami hát tényleg annyira ritka, mint egy fehér holló. Én imádtam ezt a karaktert abban az időben is, amikor játszott, imádtam a 3 pontosait, imádtam, hogy beállt 6 percre és bevert 4-3-ast, és ugye őt a mai napig nyomon lehet követni az NBA-be, hiszen ő lett a Golden State-nek az edzője, egy olyan csapaté, ami minden eddiginél jobban épít a 3 pontosra, és gyakorlatilag a teljes játékot átszabta ez a csapat, és a mai napig vannak nagyon vicces nyilatkozatai és nagyon vicces megnyilvánulásai, úgyhogy egy szerelem Steve Kerrnek a karakter, és nem kevésbé szerelem ez a mez, hiszen nagyon örülök, hogy egyáltalán hozzájuthattam, és hogy a birtokomban van, és ezzel gyakorlatilag az ötös teljessé vált. Én azt hiszem, hogy ez a látvány, ez egy olyan látvány, amin még a kosárlabdától kicsit távolabb álló, vagy nem annyira kosárlabda közeli embereknek a szemét is egy pillanatra elragadja. Szóval az, hogy 5 ugyanolyan színű Chicago Bulls mez egymás mellé kerül, és ugye ott van a nagy trió, és ott van 2 ritkább kiegészítő játékosnak a meze. Fú, hát ez nagyon durva gyerekek. Tényleg milyen szerencsésnek érzem magam, hogy olvasom ezeket a neveket, hogy Jordan, Pippen, Rodman, Steve Kerr, Toni Kukoc. Szóval, hogy egy ilyen lóg itthon a szekrénybe, és hát nem tudom, mindenkinek kívánom ezt, hogy találja ki, hogy mit szeretne, gyűjtsön tudatosan, és hozza össze, és ez egy tényleg zseniális pillanat, amikor összeáll valami, és beérik, és az utolsó kis puzzle darabka a helyére kerül, és hát nem tudom, talán ezért éri megcsinálni az egészet ezekért a pillanatokért. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, tudjátok, osszátok meg, iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, mert legközelebb is jön az újabb videó, és akkor már automatikusan értesültök róla. És legközelebb találkozunk, találjátok ki, mit szeretnétek, nyugodtan kommenteljétek ide a videó alá azt, hogy nektek milyen vágyatok van, ti milyen ötöst, vagy milyen hármast, vagy akár milyen duót szeretnétek összerakni, és melyik dizájnból, és melyik korabeli mezből, úgyhogy várom az észrevételeket, visszajelzéseket. Köszi minden, sziasztok!